Március 16-ig van lehetőség igényelni az adóbevallás postázását. A NAV idén is automatikusan elkészíti azok SZIA bevallási tervezetét, akikről munkáltatói, kifizetői adattal rendelkezik. Akár munkavállaló, őstermelő, áfa fizetésére kötelezett magánszemély vagy egyéni vállalkozó. Ezt március 15-e után meg tudják azok nézni, akik rendelkeznek ügyfélkapuval, vagy e-személyvel, vagy telefonos azonosító kóddal. Ezt a NAV honlapjáról az SZIA-AL menüponton keresztül tudják elérni. Akik nem rendelkeznek ilyen azonosítóval, és nem is szeretnének élni ezzel a lehetőséggel, azok kérhetik postai úton a bevallásukat. A legegyszerűbb, hogyha egy SMS-t küldenek, ami tartalmazza egy megadott formátumban az ő adóazonosítójukat, illetve a születési dátumokat, de kérhetik személyesen akár az ügyfélszolgálaton, vagy egy saját maguk által fogalmazott levélben, vagy a NAV honlapjáról egy webes űrlap kitöltésével, vagy egy BEFTER-K nevű formanyomtatvány beküldésével, tehát soféleképpen kérhetik ezt a tervezett postázását. Ezután a kért dokumentumot tértivevényes levél formájában adják fel április 30-ig. A korábbi évekhez hasonlóan idén is március 1-ig lehet élni az 1+1%-os nyilatkozattal. Ezt meg lehet tenni akár papíron, akár elektronikus formában.